Napjainkban egyre nagyobb problémát jelent a roma és hátrányos helyzetű népesség felzárkóztatása és integrációja, mind társadalmilag, mind gazdaságilag. Egyes kutatások szerint évről évre nő a leszakadó rétegek aránya. Ennek megállítása és visszaszorítása össztársadalmi érdek, ezért jött létre a Nyírteleki Kedves Ház esélyteremtő program, amely komplex módon kezeli a hátrányokat. Az alapítvány 1990-ben jött létre, akkori célja az állami gondozott gyerekek segítése, megsegítése volt ebben a házban, ahol most állunk. Az alapítvány alapítója Lázár Péter volt, és őneki voltak olyan szándékai, hogy saját családjával együtt akkor az általánostól teljesen eltérő módon nevelje az állami gondozásból elhozott vagy kikerült gyerekeket. 25 éve a Gyerekért SOS 90 alapítvány fenntartásában működik a Kedves Ház kollégium. Ez a kollégium azzal a célja jött létre, hogy a nyírteleket körülvevő tanyabokrokból iskolába járó, elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosítson egy biztonságos környezetet, illetve adja meg a tanuláshoz szükséges feltételeket, és természetesen a hozzátartozó szeretetet is. Fontos szempont az, hogy az idejáró gyerekeknek a jelentős része általános iskolás korosztályból kerül ki. Vannak középiskolásaink is, jelenleg éppen 5-en. Más abban is, hogy igyekszünk egy nagyon szoros kapcsolatot fönntartani, nem csak a gyerekekkel, hanem a gyerekek szüleivel is, hogy legyen mindkét irányba egyfajta kommunikáció, a szülők tudjanak a gyerekeknek a napi dolgairól is akár, illetve hogy mi is értesüljünk azokról a dolgokról, amelyek esetleg befolyásolhatják a gyerekek előmenetelét, amelyek otthonról érkeznek. Nyilván egy kollégiumnak nagyon sokféle funkciója és szerepe van, ezeket mi igyekszünk maximálisan ellátni. Ami ezen túlmenő, az azt gondolom, hogy a személyes gondoskodás, az, hogy nagyon-nagyon odafigyelünk a gyerekekre. Mindenkit megpróbálunk saját képességei szerint támogatni, illetve nyilván fölmérjük már nagyon korai szakaszban azt, hogy milyen segítségre lehet szükség egy-egy gyereknek ahhoz, hogy ő egy pozitív fejlődésen mehessen keresztül, és majd valamikor az út végén ennek a társadalomnak egy hasznos állampolgárává válhasson. Minden gyereknek esélyt kell adni ahhoz, hogy azzá válhasson, amivé szeretne. Ez a Kedves Ház pedagógiai alapelveinek egyike, hiszen megfelelő módszerekkel, pozitív hozzáállással minden gyermek eljuttatható egy bizonyos szintre. Ehhez hozzátartozik az is, hogy egy gyereket mindig olyannak kell elfogadni, amilyen, hibáival és erényeivel együtt. Utóbbi erősítésében és a hívák javításában kiemelt szerepe van a szülőknek, a pedagógusoknak és a közös programoknak. Sok olyan programot szervezünk, illetve igyekszünk szervezni, amelyek pozitív élményekkel bombázzák az itt élő gyerekeket. Ilyen például tanév kezdetén a gólyatábor, amikor közösen elmegyünk valahová, kirándulunk, játszunk, lehet az akár egy hosszabb kirándulás, egy túra, de akár egy fürdő a sóstrói gyógyfürdőben. Évközben pedig ugye viszonylag kevesebb időnk van arra, hogy időt szakítsunk a falakon kívüli tevékenységekre is, de azért mindig belefér egy-egy úszodalátogatás, vagy egy séta a városban, vagy akár még mozi, általában olyan tevékenységek, amelyek nem része a mi gyerekeink hétköznapjainak. Karácsony tájékán mindig nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyerekek számára valamilyen ajándék kerüljön a fa alá. Ez mindig nagy meglepetés, ez mindig óriási örömmel jár a mi gyerekeink részéről. És természetesen nekünk is nagy örömet okoz az, hogy mi mosolyt csalunk a gyerekeink arcára. Mint ahogy mondtam is, rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel. Ez egy olyan programban nyilvánul meg, amit mi családi délutánoknak nevezünk, amelyek rendszerint két havonta, de egy évben legalább 4 alkalommal megrendezésre kerülnek. Sajnos a jelenlegi helyzet ezt most éppen nem teszi lehetővé, így aztán a családi napok most elmaradnak, de azért ennek ellenére is kollégáimmal együtt sokszor megyünk a gyerekek szüleihez, beülünk az autóba, beszélgetünk velük, elmondják az ő gondjaikat, problémáikat, tehát a kapcsolat ennek ellenére is megmarad. Évvége felé közeledve pedig mindig szeretünk egy olyan tábort szervezni, amely az év lezárásaként és a nyár hátra lévő részében talán egy kicsit feltölti a gyerekeket, és pozitív élményekkel mennek a nyári szünetre haza a szüleikkel. Az alapítvány céljai között szerepel az, hogy nyilván ezt a kollégiumot működtetni tudja, illetve fönn tudja tartani.
A következő cél az az lenne, hogy ne csak ez az egy intézmény működjön ebben a formában, hanem ennek mintáján akár több ilyen intézmény is létrejöhessen, ha úgy tetszik, kedves házak jöhessenek létre ebben az országban. A nyírteleki kedvesház épülete eredetileg családi házként funkcionált, később kisebb átalakítások történtek a belső elrendezésében. Hozzáépült egy 60 négyzetméter területű rész, amelyben étkezőt, tanulót, közösségi helységet alakítottak ki. Jelenleg 8 szobában 25 tanuló számára nyújt otthonos elhelyezést az épület. Itt a kollégium igazgató mellett egy nevelőtanár és egy éjszakás gyermekfelügyelő dolgozik. Óraadóként pedig egy általános iskolai tanár is tart foglalkozásokat a gyerekeknek. A 20 év alatt több mint 100 gyermeket nevelt a kedvesház, mindenki elvégezte az általános iskolát, többen érettségit is szereztek. A programból kinőtt kedvesház pedagógia országosan is elismert a pedagógusok körében. Több mint 4000 pedagógus végezte a kollégium akkreditált továbbképzéseit. Jelenleg 100-nál is több óvodában, iskolában alkalmazzák a kedvesház pedagógiai módszereit, a roma és hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelésében, a szülőkkel való kapcsolat kiépítésében. Magyarország kormánya a program alapítóját 2012-ben nemzetiségekért díjjal tüntette ki.